A katolikus Caritas célja, hogy nemre, korra és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segítse a rászorulókat, bajba jutottakat. Tamásiban a szervezet már több mint két évtizede munkálkodik ezen. Idén ünnepli a Tamási Katolikus Caritas a 25 éves, fennállásának 25 éves évfordulóját. Ez alkalomból egy egész napos programmal készültünk, vagyis készülünk. Első körben a program kezdete 9 óra 30 perckor november 19-én egy szentmisével fog kezdődni, amelyet Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes testvér fog celebrálni. Majd ezt követően Csaba testvér egy kis elmélkedéssel fogja folytatni a programot. Itt szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik érdeklődnek ez iránt, hogy regisztrációs jeggyel látogatható mindkét program. Városszerte és a Tamási Caritas Facebook oldalán megtalálható plakáton fel van tüntetve, hogy kiktől is szerezhető be a regisztrációs jegy, mely mind a szentmise, mind az előadás látogatására lehetőséget biztosít. Ennek a helyszíne a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium aulája lesz, és hát ott fog folytatódni egy esti jótékonysági bállal a program, ahol téli ruházatra fogjuk a bevételt felhasználni. És hát itt érdemes még megjegyeznem azt, hogy a délelőtti program is a jótékonyság jegyében fog zajlani, hiszen a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak fogjuk gyűjteni a délelőtti adományokat. Ez a szentmise és az elmélkedés alatt fog lezajlani. És hát aki érdeklődik, azt szeretettel várjuk. Szintén a jótékonysági bál is a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium aulájában lesz. A regisztrációs jegy ingyenes. A báli jegy 1500 forintba fog kerülni, illetve támogatói jegyekkel is lehet támogatni ezt a rendezvényt, az pedig 1000 forint. Természetesen egész évben jelen vagyunk a köztudatban, illetve a társadalomban, és folyamatosan segítünk, hiszen ez egy segélyszervezet. Így a 25 éves évfordulós program, ez csak egy napos program, de ezen kívül már most is zajlanak adománygyűjtő akciók, most is vannak pályázataink, amelyel nyilvánvalóan a szeretet ünnepére, a karácsonyra készülünk, és a rászorulókat fogjuk segíteni. Az országos szervezet helyi csoportja is csatlakozott a Nyisd meg a kezed a szűkölködők és szegények előtt elnevezésű tartós élelmiszergyűjtő akcióhoz, amelyet a helyi üzletláncboltjában valósítanak meg keddi és csütörtöki napokon. Ez egy országos adománygyűjtő akció. Országosan lehetősége van minden Caritas csoportnak arra, hogy gyűjtsön. Mindkét nap délelőtt vannak önkénteseink, két személy, és tartós élelmiszereket gyűjtünk. Ruhaakciónk volt most szeptember végén, és nagyon sikeresnek mondható. Éppen ezért tervezzük áprilisban, tavasszal a következőt. A művelődési központban szerveztük ezt meg a legutóbb is. Minket csütörtökönként lehet megtalálni a plébánia mellett lévő épületben. Mi csak Caritas háznak hívjuk, de ha a Tamásiakra gondolunk, akkor ők a volt Göndöcs ügyvédi irodát keressék, ott van a mi székhelyünk. És igen, ruhaadományokkal is tudunk szolgálni, illetve jelenleg az élelmiszergyűjtésből is tudunk tartós élelmiszereket szolgálni. Csütörtökönként délelőtt 8 és 11 óra között vannak itt az önkénteseink, ők készséggel állnak mindenkinek a rendelkezésére. A Caritas hálózat Tamási csoportjában dolgozó önkéntesek számára fontos a rászorulók segítése, a hozzájuk fordulók problémáit igyekeznek orvosolni. Többször kapunk megkeresést, akár helyi, akár globálisabb szinten is, környező településekről. Mi első körben ruhaneművel bárkinek, szinte minden korosztálynak tudunk segíteni. Ebből elég jó a raktárkészletünk. De ezen felül vannak akcióink, mint a mostaniak is. Még olyan lehetőségek is vannak, ezekre pályázni kell, de megoldható. Van egy úgynevezett lakhat program, amely rászoruló családoknak a lakásában felmerülő felújítási problémákra tud segítséget nyújtani.
Aztán van pelenka akció, ahol újszülötteknek, illetve hát csecsemőknek tudunk pelenkát biztosítani. Ha önök is szívesen támogatnák a szervezet tartós élelmiszer akcióját, akkor azt még november 15-ig megtehetik.